Felavatta a párizsi olimpiai falut Emmanuel Macron francia elnök. A létesítmény 2 milliárd euróba került, nagy része magáningatlan fejlesztési forrás és beruházás, de 646 millió euró közpénzt is költöttek a 2024-es nyári játékok sportolóinak elhelyezésére. Az olimpia pozitív hozadéka a francia elnök szerint, hogy tisztábbá tették a Szajna vizét, amiben így már ő is úszna.